2012 elején a közigazgatási minisztérium nem hosszabbította meg a Gödöl Klub szerződését, így február 1-én a szórakozó helynek el kellett hagyni az Erzsébet téri kulturális központot. Helyettük az akvárium kapta meg a helyszínt. Az új szervezőcsapat átalakította a belső rendezést, és megújult programokkal várja a közönséget. A változásról faggattuk a szakmabelieket és az utca emberét is. 46. éves vagyok, elég sok mindent láttam átalakulni az elmúlt közel 30 évben, amióta a budapesti éjszakai életet járom. Az undergroundból indultam, és olyan underground szórakozóért, mint a Fiatal Művészek Klubja lett például Fogárt Galéria, ami egy totál más hangulatú hely. Tehát elég jelzett vagyok abban, hogy lássam azt, hogy különféle helyekből hogy válik másik hely. Persze az ember a régit megszokja, egy elfogadott volt, és egy hirtelen váltás, ugye az új, a megszokott után úgy hat rá, hogy idegenkedem tőle. És ezért kell szerintem egy időt adni neki, időt hagyni annak, hogy bizonyítson az új, kipróbálni. És lehet, hogy még az is jó, és még esetleg utána lehet azt mondani, hogy bocsika, talán mégse volt az az igazi. Miért nem hagytátok meg azt a másikat? Szerintem jó lett végül is ez az új klub, meg igényesebb, bár én a Gödröt is kedveltem, de igazából remélem, hogy lesz valami korhatár, hogy ilyen nagyon tini lányok ne menjenek be hányni, meg hasonlók. Hát szerintem ez tök szar, mert hogy most lemegyek Gödörbe pisilni, és Gödörbe pisilek normálisan, és hogyha akváriumba megyek, most ez olyan, mint egy akváriumba pisilnék, és most komolyan nem lehet lemenni WC-re, meg semmi, mert mi lett ez? Ez komolyan, ez... Hát szar, hogy elmen, hát leváltották az egészet, és így szerintem egy rakat szar. De tényleg bizakodom, hogy igényesebb emberek fognak ide járni. Szóval ennyi a véleményem. Szerintem egy nagy szar. Nekem az egy bensőségesebb, melegebb, emberibb hangulatú hely volt. Ez megint egy hely, ami a belvárosban oké, korrekt, sokkal coolabb, sokkal személytelenebb. Konkrétan tegnap előtt a Roadfront koncerten itt szórakoztam, tehát nem most jövök le először, hanem végigcsináltam itt tegnap előtt egy nagyon klassz bulit. Az, hogy ki akarják használni az eddig megépítetlen, illetve ilyen talomba tartott termeket, azt tetszik, viszont borzasztó szar lett szerintem maga az átépítés. Tehát betették magát a színpadot egy lyukba, és gyakorlatilag, hogyha nem közvetlen szembeállsz, és nem való az első, másik, harmadik sorba, akkor nem is látod. Tehát próbálsz oldalra állni, és akkor ezt jól szól a hang, meg mindent. De gyakorlatilag semmit nem lehet a színpadon. Nagyon meglepő volt, de kíváncsi vagyok én mondjuk, hogy mi lesz ebből. Múltkor nemrég voltam lent, de mondjuk le volt zárva a fele az egésznek. Másik felé meg csak néhány fotel volt, úgyhogy egyelőre nem sokat láttam. De kíváncsiak vagyunk. Ja, bisén. Nekem nem tetszik, mert olyan, mint egy labirintus, össze-vissza kell benne menni, még régen volt egy egész nagy tér. És most meg így, mire eljutok a koncerthelyig, az odáig nem tudom, sokat kell gyalogolnom, és tök nehéz megtalálnom azokat az embereket, akiket szeretnék megtalálni. Nekem tetszik így. Tehát, hogy én érzem, hogy tegnap voltam itt először, de sokkal, az elrendezés az így sokkal jobb lett, szerintem, mint a régebbi, és tágasabb lett az egész, ugye nagyobb tér van mindenhol. Imádtam a Gödör klubot. Igazából még soha nem voltam lent, mert ahányszor itt voltam, ez zárva volt. Pedig a Gödör mindig nyitva volt és mindig be lehetett jönni, de ez zárva van, úgyhogy én alapból nem fogok ide jönni. Nagyon remélem, hogy hozza majd azt a színvonalat, meg azt a hangulatot, amit a Gödör vagy. Szóval, hogy valami nem baj, hogy kicsit felújítják, meg már tényleg kezdett kicsit szétesni, főleg ott a fenti rész. Nem tudom, hogy milyen lesz az akvárium, az tény, hogy a Gödör az borzalmas volt. Tehát egy olyan jó, biztos voltak jó koncertek, nem mondom, hogy nem, de azért a koncertünknek a több mint 50%-a szerintem csak a Gödörben született meg. Tehát azok az zenekarok szinte csak a Gödörben léptek fel. Amiről úgy gondolom, hogy nem túl király. Tehát úgy gondolom, hogy bármilyen változás történik ezen a helyen, az pozitív lesz, mert ennél rosszabb nem nagyon lehet. Szerintem ez a tulajdonos váltás, mert nem tulajdonos, hogy inkább ugyanam, hogy kicserélődtek a programszervezők, szerintem ez jó, mert hogy így lehet, hogy így bejutnak olyan zenekarok, akik ideig mondjuk nem. Mert a Gödörrel sem volt semmi baj, de az inkább azért őrizte erőteljesen ezt a 80-as, 90-es évek magyar undergroundot, és
ahhoz képest, hogy ez, tehát hogy van egy nyitás a szervezők által, szerintem ez tök jó. Jelen állás szerint a Gödör az jobb volt, de átépítés alatt van, úgyhogy csak abba bízok, hogy ugyanaz a színvonal lesz, mint korábban volt, vagy jobb. Nem voltam még lent az akváriumban, a Gödröt megsirattam, mert nagyon sokat jártunk ide. És nagyon remélem, hogy ugyanilyen programok lesznek, mert arról még semmit sem tudok. Szóval én nagyon... Tehát még nem szoktam hozzá. Még úgy hívom, hogy ex-Gödör. Nekem elég gyanús, hogy ez az A betű, ez igazából egy hatos. Na most ugye a hatos számról azt kell tudni, hogy ugye van a Biblia, jelenések, könyv, János jelenések, az ugye az utolsó része a Bibliának, jaj. Nem akarok szemetelni, ne haragudj. És abban írják meg a 13. rész 18. versben, hogy itt van az igazság, kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám és annak száma 666. És ugye hát hatos azóta is egy elég fontos szimbólum a sátánizmusnak, úgyhogy én erősen gyanakodom rá, hogy a sátánisták kezébe került sajnos ez is. Minket nem zavar, meg nem érdekel, kint ugyanolyan. Azt hiszem többször szednek szemetet. Láttuk, hogy gerebjézték a csikkeket, programok ez jó? Programok is ugyanazok, de ugyanaz, azt mondták, hogy a kultúra nincs ingyen. Ami azt jelenti, hogy belépőt szednek. Ha több lesz a belépős cucc, akkor még kevesebbet fogunk bemenni. Nagyjából ennyi. De legalább táncházat nem törölték el, az jó, hogy van. Ja. Lehet, hogy lesz még egy pár ilyen balkáni zsíros kenyérnap, meg nem tudom mi. De remélhetőleg ezt a hagyomány nem fogja átvenni, ez nagyon szín. Az, hogy átépítették, az már ráfért a helyre, de ez az akvárium név, ez úgysem fogja senki használni. Ez ugyanolyan, mint a Szél Kálmán tér. Mindenki Moszkva marad. A legutóbbi plakátján egy egyszemű szörnyeteget láttam. Ez még inkább arra következtetek ebből, hogy hát ugye vannak a szabadkőművesek. Nekik az egyik ilyen nagy jelképük a mindent látó szem, és ezt igyekeznek mindenhol így érvényesíteni, és minden egyes rohadt plakátról az arcunkba küldeni. És kicsit ez is gyanús volt nekem. Bárhogy hívják... A név az mondjuk tetszik. A név az tetszik, de az, hogy tehát valóban egyébként, ahogy mondtad Dóri is, hogy a név az mindig Gödör marad. Ez egyszerűen Gödör. Jó. Ezt vett föl, munka közben iszik, hop. Úgy kirogatlak, csak viccelt.